A Tulipán utcai rendelő udvarában fogadta a hármas számú egyéni választókerület képviselője a lakosokat. Leginkább olyan problémákkal keresték fel Varga Ferencet, amely az elmúlt időszakban nehézségeket okozott az ott élőknek. Több helyen gondot jelentett megint a csapadékvízelvezetés, de azt kell, hogy mondjam, és azt tudom mondani, hogy szerintem attól függetlenül javult a helyzet. Ugye nagyon sok ház a tavaly évben beázott, most hála jó Istennek a házak nem áztak be. Az udvarokra ugyan befolyt a víz, de kevesebb volt, és folyamatosan javítjuk a csatornákat. Mai napon is voltam kint megnézni a csatornavításokat, és egész héten folyamatosan csinálni is fogjuk, meg múlt hét folyamán is csinálták a csatornákat. Ez volt a legnagyobb probléma nagyrészt mindenkitől. A személyes találkozó alkalmával Kószó Ferencné is felkereste a képviselőt, hogy köszönetét fejezze ki korábbi kérésének megoldása miatt. Ilyen volt többek között a Deák Ferenc utca mögött található focipálya nem rendeltetésszerű használatának problémaköre. Most a polgármester asszony és a képviselőnk, Varga Ferenc, megoldották a pályának az üzemelési rendjét is, és hogy teljesen zárható lesz. Úgyhogy ez egyik nagyon nagy pozitívum, mert ez már mióta ott van, azóta gond volt. Ezen kívül most már azért az idősek igen sokszor lepihennének. Ott megoldódott, tehát a szökőkút és a piac közé helyeztek be padot is, úgyhogy ez is megoldódott. Én azt gondolom, hogy fiatal képviselőnk, fiatal erővel, a mi ott lakunk támogatásával eredményeket fogunk elérni. Mint kiderült, a kóbor kutyák is régóta gondot okoznak a körzetben. Megoldásként kutyacsapdákat helyeztek ki, amelyek jól működnek, ám a lakosok rendre kiszabadítják a befogott teveket. Varga Ferenc kérése, hogy ezt ne tegyék. Ha van csip és azonosítani tudják a házi kedvencet, akkor úgy is visszakerülnek a gazdájuk. A képviselő továbbá kitért a Tulipán utcai rendelő felújítására is, amely jó ütemben halad és várhatóan augusztus végén átadásra kerülhet. Nagyon nagy előrelépés az, hogy a Tulipán utcai rendelőt felújítjuk, ez már nagyon régóta váratott magára, ennek nagyon örülünk, illetve nagyon örülnek az itt lakók is, doktornőről nem is beszélve. A járda programban én legfőképpen fontosnak tartottam azt, hogy a tűzoltóságtól a Piac utcáig, a Deák Ferenc utcáig van ez a pici szűk átkötő. Ott ugye ilyen 40x40-es lapokból van kirakva ez a útszakasz, ami nagyon rossz állapotú, de mégis nagyon forgalmas, az teljes egészében meg fog újulni. A személyes találkozón Farkas Éva Erzsébet polgármester, dr. Hadik György képviselő és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is részt vettek. A fogadóúra sorozat tovább folytatódik. Legközelebb Kovács Sándor önkormányzati képviselő várja a körzetében élőket augusztus 11-én 16 órától a Petőfi Parkban.